Bertó Gábor vagyok, és a Janus Pannonius Múzeumban vagyok régész, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen adjunktus. És hát sok mindenre foglalkozom, mert alapvetően elmentem egy olyan roncsolásmentesség egészeti kutatások, tehát levelei felderítés, és ennek kapcsán a korszakosság az egy kicsit más dimenzióba került, tehát az ember ilyen módszerekkel kutat, mint a talajradar, meg légi felderítés, ilyesmi, akkor nem lehet válogatni feltétlenül, hogy mivel foglalkozik. Úgyhogy dolgoztam a projektben a római kortól a török korig, mint látható. Hát van egy projekt, amiben mondhatjuk, hogy valamilyen szinten vezetője vagyok, ez a Mohácsi csatatérnek a kutatása, ez kifejezetten az ütközetnek a maradványait keresi, illetve megpróbáljuk rekonstruálni, hogy hogyan történt az ütközet. És hát ennek kapcsán tartottam egy előadást, ugye tavaly úgy általában a projektről magáról, hogy milyen módszerekkel dolgozunk, és hát mik voltak az addig eredmények, most pedig egy résztémát vettem ki, amit a tűzfegyverekről tudni lehet a Mohácsi csata kapcsán, nagyjából ez volt a téma. Puskák és ágyuk, amiről tudunk. Leginkább ez a kettő, amit a források említenek, bár egy forrás említ valami tűzszerszámokat, amiket az oszmánok lehelyeztek a földre, de lehet, hogy ez csak inkább valami hozzáköltés. Alapvetően ez a két típusú tűzfegyver volt. Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. Ambiciózus a cím, azt elárulom, hogy nem fogok semmiféle végső megoldást mondani semmilyen kérdésre. Az egész előtt ott van egy nagy ha, amire megpróbálok kísérletet tenni. Egyrészt nagyon röviden és vázatosan összefoglalni, mi az, amit tudunk a csata környéki forrásokból a Mohácsi csatában szereplő tűzfegyverekről. Ez roppant vázatos lesz, úgyhogy látom is Fészabó János tudós tekintetét, mint történészét, hogy forráselemzésben biztos, hogy ennél sokkal tovább lehet menni. Mindenesetre egy ilyen nagyjából általános képet megpróbálok felvázolni róla, illetve nagyon röviden, hogy zajlott az ütközet, és ezzel kapcsolatban mi az, amit mi az általunk feltételezett helyszínen találtunk, és esetleg ez a kettő hogyan egyeztethető össze. Ugye korábban elbezás a csatáról az igazából nincsen, mármint ami igazán egyidejű lenne, főleg térképszerű ábrázolás nincs. Ugye alapvető probléma máig is a kutatás számára, úgy a történeti, mint a régészeti kutatás számára, hogy maga a csata az pontosan hol is zajlott, és mondjuk a csata helyszínén belül az egyes egységek hogyan helyezkedtek el, hogyan zajlottak az egyes műveletek. Mi a Mohács 500 program keretében egy kiinduló pontot kellett, hogy válasszunk. Ez egy Majs falujától keletre jövő helyszín, ami részben Négyesi Lajos nevéhez kötődik, aki publikálta ezt a helyszínt még a 90-es években, és búvó patakként a már említett Szűcs Józsi bátyánk működése kapcsán még 78-ban egy helytörténésznek a kis közleményében ugyancsak ez a helyszín bukkan föl, mint egy lehetséges, akkor még földvárfalú néven szereplő település. Hogy miért itt kutatunk, nagyon röviden, bár talán ez már itt el is fordult, ugye Brodarics Istvánnak a csata leírásában Földvár néven szerepel egy falu, amit ő a csatarendben állván maga előtt lát, és ennek azt tudjuk még róla, hogy Dombokhoz kötődik ez a bizonyos település, és hogy van egy temploma is, legalábbis Brodarics lát egy templomot a faluhoz kapcsolódóan. A nevével kapcsolatban merültek fel kérdések, már Pap László maga is kétségbe vonta, hogy valójában Földvár település látta-e Brodarics annak idején. Azt hiszem, ez egy kicsit most más kérdés. Amit mi gondolunk erről a település nyomról, ez az, hogy ez az a bizonyos település, amit Brodarics említ a közlésében. És földrajzi viszonyok tekintetében továbbra is őre tudunk hivatkozni. Azt mondja még, hogy egy magyar mérföldre van Mohácstól a helyszín, ahol csatarendben állnak, és a Dunától fél magyar mérföldnyire. Az egy magyar mérföld az ott a 8300 méter körül van, és ha húzunk körzővel egy nagyjából vonalat, akkor ha elfogadjuk, hogy Mohácsnak valahogy középpontjától lehet, akkor valahol ide jutunk, ugye Mohácstól kicsit északra, és hát az már egy szubjektív döntés kérdés, hogy a Dunától való félmérföldet honnan számoljuk. Ez most megmondom itt részemről szubjektív. Van itt egy egykori Dunaág, ami a 18. századi térképeken egy sokkal vizenyősebb területként szerepel. Én azt gondolom, hogy a 16. században még talán akár aktív Dunaág is lehetett. Tehát ha mondjuk ettől húzzuk meg ezt a bizonyos vonalat, akkor nagyjából itt a meccéspont Majstól észak-keletre és Sátorhelytől dél-nyugatra.
Ez a bizonyos település volt viszont, amiről a szó van, és amit már többször is említése került, ez pedig itt helyezkedik el. Nagyjából ettől ponttól délre egy másfél-két kilométerre talán. Tehát ez az a pont, ahol elkezdtük ezt a bizonyos kutatást, még 2009-ben. Mi is a kicsit a paplászlóhoz hasonló indítatásból, tehát próbáljuk meg ezt a települést vizsgálni, és ha azt legalábbis el tudjuk valahogy érni, hogy az adatok alapján tudjuk azt mondani, hogy ez lehetett az a település, tehát mondjuk nem egy korábbi Árpád-kori településről van szó, hanem mondjuk a korszaknak megfelelőek a leletei, és még esetleg hadiletek is vannak rajta, akkor talán egy jó kiinduló pont. Ezt 2009-10-11-12-ig úgy gondolom, hogy elvégeztük, tehát felszíni legyűjtéssel, egyebekkel az sikerült leszűrni, 16. század elején ez a település aktívan működött, tehát része lehetett a csatának, illetve a földrajzi leírásnak megfelel, tehát maga a településnek a foltja az tényleg a dombokhoz kötődik, ott kezdődik, a dombok alján legalábbis, és hát benyúlik a síkságra. Nagyon röviden az, hogy mit tudunk a csatáról, tényleg nagyon-nagyon vázlatosan. Nagyon nagy százalék egyébként Jánosnak a munkásságára alapozva. Ugye azt tudjuk, hogy a magyar sereg reggel 8-a már hadrendben áll, két hadoszlopban állnak, az első a főerőket, a második a királynak egy ilyen, mondjuk így a tartaléka, ahol maga a király is van, ugye. Ugye már folynak itt előtte csatározások, ahogy Lajos is már beszélt róla, tehát lovasharc zajlik a területen már napokkal előtte is. Ugye a magyar sereg az áll a hadrendben, és megjelenik délután valamivel a oszmán seregnek a előhada, a rumélyi hadtest, megkezdik a táborverést, ezt nagyjából mind a két irányból igazolják a források, úgy a törökök, mint a magyarok. Igazából a törökök nem készültek csatára, valószínűleg valami előkészületeket megkezdtek, például az ágyukkal kapcsolatban úgy tűnik, hogy ez megtörténik a későbbiek során, mert a későbbi események során alapján úgy tűnik, hogy ez megtörténik. És Tomori 4 óra körül, délután 4 óra magasságában dönt támadás mellett, most az okait ezt nem részletezem, Lajos biztos egyszerűen majd ki fogja fejteni. És úgy tudjuk, hogy a jobb szájnak a lovassága indít támadást elsősorban, amit követ a gyalogság is, és ez a támadás, ez első lépésben sikeres is, szétnyílnak előtte a rumélyiak, tulajdonképpen egy menekülés kezdődik, mert erről azt hiszem a török források értelmezése az néha változó, tehát van, ahol úgy van értelmező, hogy egy ravasz csel volt, ahogy az ágyuk elé vezetni a magyar sereget. És most az ügy szempontjából ez mindegy, a lényeg, hogy egy hátrálás kezdődik, egy magyar előretörés a jobbszárny tekintetében, és hogy ez az előretörés, ez valamiféle áttöréssel is jár, tehát az ágyukig elérnek, és azon nem tudnak áttörni, egy más ponton sikerül legalábbis átjutni az ágyuknak a vonalán. Ez azt jelenti, hogy az ágyuk tulajdonképpen már fel voltak állítva valamilyen szinten. Ugyanakkor megindul ezután a királynak a hadteste is, ugye egy hírnöknek a kérésére, Tomori kérésére tulajdonképpen, és Broda is ennek során eljut eddig a bizonyos faluig, ezt említi is, és azt mondja, hogy mögötte látta az ágyukat, illetve a katonáknak a tömegeit, és úgy tudja, hogy a szultán is köztük volt eddigre. A meginduláskor két esemény történik, még meglátják egyrészt szemben a dombokról leereszkedni az anatóliai hadtestnek a egységeit, illetve jobbról meglátnak egy másik alakulatot, amilyen a király őrizetére ott hagyott lovasságot küldik ki. Ez valamilyen formában a török forrásokban is megjelenik. Úgy tűnik, hogy a tűzfegyverek szerepe az itt kezdődik igazán az ütközetben, tehát egyrészt az ágyuk megszólalnak, először a legtöbb forrásban nem okoznak túl nagy kárt források szerint, a másik pedig az, hogy oda kikülönített kb. 4000 janicsár is elkezdi használni a fegyvereit, és úgy tűnik, hogy ez a tüzérs és a tűzfegyvereknek a használata az, ami tulajdonképpen egy törést okoz a magyar támadásban, illetve megindul a magyar menekülés. A király is eltűnik például a brodai szem elől, más forrás szerint a tőlük balra, a hadrend szerinti balra lévő mocsaras mélyedés felé indul meg, és ott egy ideig menedéket el, aztán ebbe bekapcsolódik az egész történetbe a magyar balszárny is, és itt kicsit zűrzavas a történet, de úgy tűnik, hogy a király vezetésével legalább egy ilyen
támadási kísérlet történik még a közben felzárkozó anatóliai hadtest vonala ellen, ami szintén sikertelen, és hát innentől kezdve nagyjából egy menekülés zajlik magyar részről, amit még a több forrás is megemlít, hogy a ugye magyar oldalnak a gyalogságának egy jelentős része, a számadatok névnek eltérnek 4-6 vagy 6-8 ezer gyalogos, egy tömbbe összeáll, tömörül és négyszögbe, és megpróbálják magukat tartani, vagy esetleg kivonulni a csatatéről. Velük a török lovasság nem bír, és úgy tűnik, hogy a janúcsároknak a puskatüze az, ami gyakorlatilag ezt az ellenállást megszünteti, ami valószínűleg a teljes kontingensnek a halálával zárul. Hát nagyon röviden így lenne az ütközet. És akkor röviden, hogy mit tudunk a tűzfegyverekről. A magyar tüzérség az jóval kisebb számú, mint az oszmán. Ugye 80-85 kisebb-nagyobb ágyú az, ami úgy tűnik, hogy felállításra kerül a magyar ágyusorban. Tűzfegyvereknél számszerű adott még egy van egy veszteséglistában szerepel 500 darab szakállas puska, ami hát valahogy a mérettől függően való tüzérség és a kézilőfegyverek határán helyezkedik el. Vannak, amik már kézzel nem hordozhatók, állványról tüzelnek velük, erre a rendelkezés állatban nem lehet különböztetni. Azt is lehet tudni, hogy az ágyuknak egy része a csata elején még a vízen volt, egy német zsoldosnak a leírásából, talán ezek elérték azért a csatamezőt időre, és tulajdonképpen a magyar tüzérségnek a szerepéről még annyit tudunk, hogy egy darab sortüzet adnak le, aminek különösebben nincs hatása, abban az értelemben, hogy a török oldalról van egy másik kamerálásból egy kép róla, hogy egy lövedék esett le a török jobb szárny előtt, tehát kárt nem okozott. Azt tudjuk még, hogy 300 lancknechtet hagynak az ágyuk őrizetére, és itt van röviden az idézet, amely erről szól a török oldalról nézve. Innentől kezdve a magyar ágyuk szerepéről nem tudunk. Egy érdekesség van, erről majd később szó esik, régészeti vonalon. Mit tudunk még a török ágyukról? Ez egy kicsit több az adat, a szerepük is nagyobb, talán ennek is köszönhető. Mindkét oldalról vannak információink. Több forrás, többféle számról beszél, ha jól vettem én ki a történeti irodalom, olyan 300 az igazán talán elfogadható szám a teljes török ágyú mennyiségről. Ennek talán inkább a fele vesz részt aktívan az ütközetben, az szerepel, hogy ugye Kemal Pasa Zadénál, hogy 150 ágyút adatott a rumjai hadtestnek, ez lehetett az, amelyik ebben a bizonyos ágyúsorban szerepelt. Hogy milyen típusú ágyúk voltak, erre nehéz. Tehát általában a török ágyú elnevezések is meglehetősen tág kategóriákat jelentenek, ebben most nem mennék bele. Néhány adat az, ami az ágyúknak a jellegére utal, az, hogy egyrészt biztos, hogy voltak ostromásra alkalmas lövegek is. Általában véve a kisebb kaliberű ágyúk voltak nagyobb számban, ez egy ilyen tábori szinten ez érthető is, nyilván könnyebben mozgathatók. Azt tudjuk, még a Tomorinak a megfigyelő és előharcos korszakából, hogy a legtöbb ágyút az 2 vagy 4 ló vontatta, tehát nem az igazán hatalmas nagy lövegek lehettek nagyobb számban, de ezt több várostról már tudjuk, hogy a falak áttörésére alkalmas ágyúk azok voltak a török tüzérségben. Mit tudunk arról, amikor a csata megindul az előtti pillanatokról? Giacomo Zarantino-tól tudjuk, legalábbis ő egy adatot szolgáltat, hogy egy olasz mérföld hosszan voltak felállítva a török ágyúk. Ez a 150-es számhoz egy picit soknak tűnik, mindesetre valami nagyobb és hosszabb ágyúsorról lehetett szó. Az egy olasz mérföld az nagyon változó az olasz városoknak különböző, de talán ott az egy római mérföld, tehát nagyon durván másfél kilométer körül vélhető. Azt tudjuk, hogy valami fajta erődítéssel rendelkeztek ezek az ágyuk, tehát nem csak ott álltak szépen a mezőn, a források ebben eltérő képet adnak. A török oldalról láncok szerepelnek, tehát összeláncoltak ágyukat, ez más csatákkal kapcsolatban is szerepel. A német zsoldosunk, aki egy újságlapban közölte az élményeit, ő azt a szót használja, és itt nem filológus vagyok magyar fordításban, de hogy be voltak ásva az ágyuk, tehát valamiféle földmunka kötődhetett hozzájuk, illetve szerepel még egy másik forrásban az, hogy 800 ágyúsekély sora volt valamilyen kapcsolatban az ágyukkal. És hát helyszínűleg tudjuk azt Brodaristól, vagy hát ha elfogadjuk, amit ír, én mondjuk ebben a tekintetben elfogadnám, hogy a falu mögött voltak az ő szempontjukból nézve a török ágyuk.
Még egy adatunk van, az idézett Giacomo Zamentinótól, aki ott volt az ütközetben. Ő azt mondta, a saját szemszögéből nézve feltehetően, hogy a magyarok egy erdőnél érik el az ágyukat. Ez egy új adat, tehát ez más, sehol máshol nem szerepel. Ha azt tekintjük, hogy egy 6-700 méteres ágyusor azért kijön a 150 ágyúból esetleg, akkor az elképzelhető, hogy mondjuk Broda is egy képet látott a történetből, Zamentino egy kicsit odébb valami mást. Ezt még egyre nem tudjuk pontosan a terepi adatokkal alapján összeegyeztetni. Azt is szerepel a forrásokban, hogy egy adatunk van, egy cseh úr levele, aki nem közvetlen forrás, hanem valakinek az elmeséléséből ír egy levelet egy kolostor apátnőjének, hogy a legnagyobb ágyújuk az 5-600 font körül volt. A font az meg kimarad a szövegből, tehát ez egy betoldás. Ha azt feltételezzük, hogy font, akkor még nagyon kerekítve az egy fél kilogramm körül, akkor egy 250-300 kilós ágyú lehetett a legnagyobb az ő megítélése szerint. Ez sem egy kifejezetten legnagyobb létező ágyú fajta, talán inkább egy olyan közepes löveg méret lehetett. És visszatérve arra, hogy be voltak ásva az ágyuk, ugye mi annak, itt a falunyom területén végeztünk magnetométeres méréseket, van egy darab vonalas nyomunk, ez nem a teljes magnetométeres kép, azt most talán elhiszik nekem, ha mondom, hogy ez a bizonyos lineáris nyom, ez való itt ér véget a falutól délre, tehát van neki egy vége, ezt hozzá kell tenni, ez biztos, és azt is tudjuk, hogy nem hosszabb 300 méternél, vagy 400-nál, vagy így lehetett esetleg. Akkor nagyon röviden arról, hogy a török milyen hatása volt az ágyuknak, erről lehet következtetés levonni. Magasra voltak elsőre, tehát kevés kárt okoztak a csata elejére, ez biztos. Később a cseh forrásban van adat, hogy azért hullottak a fejek és szakadtak ketté a testek. Amire viszont igazán kiegyeznek a források, hogy a legtöbb, amit mond, ezen kívül arra, hogy hatalmas nagy füst volt, nem lehetett látni, hogy hatalmas zűrzavar volt. Tehát úgy néz ki, hogy az ágyuknak a pszichológiai hatása ebben a tekintetben meglehetősen nagy volt. Elég sok idézet foglalkozik ezzel, ezt így próbáltam kiemelni, hát most az elolvasásukra nyilván nincs idő. És átérve gyorsan a kézilő fegyverekre, kevesebb az ilyen tekintetben való információ, azt tudjuk, hogy a magyar oldalon is voltak, nyilvánvalóan. Röviden, például a német zsoldosunk azt mondja, a csata elején már néhány muskétás a szekértábornál volt, és mi elkezdtünk tüzelni, ahol csak érettük a törököt. Tehát már a csatározások során is használták a kézilő fegyvereket. Azt tudjuk, hogy a ruméri hadtestnél 4000 puskás janicsár volt, akik utána használták is ezeket a fegyvereket, és meglehetősen hatékonyan. Ugye itt néhány idézetet próbáltam kiemelni. És az, hogy a végén a kézilő fegyvere rendelkező janicsárok számolják fel az utolsó ellenálló csapatrészeket, az 6-8000 körüli gyalogost. Mit tudunk régészetből? Kézilő fegyverek tekintetében, amit találtunk eddig, relatíve nagyszámú ólom és vaslövedéket. Persze a nagyszám az úgy értendő, hogy a kutatási módszerünkhöz képest nagyszámú. A helyszínen kilőtt lövedékekhez képest nyilvánvalóan nem, tehát az több ezres nagyságnak kell lennie. Ágyúlövedék az egy nagy adóság, egyetlen egy darabot találtunk, de ezt is inkább északra a mi helyszínünktől. És van ez a bizonyos árok, ami esetleg, tehát további kutatást igényel. Már kitértünk erre, hogy hogyan az egyik utazás, a fémkeresős gyűjtés, nagyjából itt van a terület, amit eddig átvizsgáltunk, ezen a részen van a falunyomunk, tehát igyekeztünk bekeríteni, és nagyjából sikerült is, hogy le tudjunk határolni egy hadilelet-szorodási foltot, ami ezt az ütközetet valamilyen módon lehatárolja. Ez a teljes lelet-szorodási képünk egyelőre, és rajta a hadiletek, különböző típusúak, itt csak a hadiletek, a sárga háromszögek patkók, a fekete pöttyök a ólomlövedékek. Ezen kívül vannak még sarkantyúink, nyílhegyeink viszonylag kisebb számban egyébként. És hát nagyjából ez a folt, ahol egyelőre a hadiletek szorodnak, és körülbelül ilyen elrendezésben ezen a bizonyos területen belül. Ami feltételezhető, ez alapján az ütközet valami ezekhez a csomópontokhoz kötődik. Csak néhány kép, hogy milyen típusúak ezek a lövedékek. És amit tudunk most már, 150 lövedéket sikerült mondjuk úgy, hogy részletesen megvizsgálnunk. Egyrészt próbáltunk egy kaliber, egy átmérőt megállapítani hozzájuk, illetve rögzítettük a sérüléseiknek a mértékét egy skála szerint. És hát ebből egyelőre így néz ki a dolog. Az látszik, a kis fekete pöttyök azok, amik nem vizsgált lövedékek egyelőre, tehát azok még bele fognak szólni a képbe. És hát itt jelenleg méret szerint vannak csoportosítva a lövedékek. Itt a 8-10, 10, 12-15, 15-22 és 22-36 mm-es
lövedékek. Ebből az jön ki egyébként, hogy a kis kaliberűek vannak sokkal nagyobb számban. Tehát a 10 környéki 12-14 mm-ig van a legnagyobb számú lövedék. A roncsolódás szerinti térkép az egy elég érdekes képet mutat. Itt a színskála, tehát a 4-es kategóriája, a legsötétebb lövedékek a leginkább sérültek. Itt egy dolog emelendő talán ki, hogy van egy folt, ahol ezek zömülnek. Ezt az a színnel is elkülönített terület mutatja. Itt merült már fel egy gondolat, de ez tényleg csak nagyon sok haval együtt egybe kötve, de esetleg érdemes lenne ezt a területet tovább vizsgálnunk a tömegsírok tekintetében. Én azt gondolom, hogy ezek a nagyon sérült lövedékek összekötődhetnek azzal a bizonyos gyalogsági alakulatnak a felszámolásával, akik feltétlenül páncéllal, sisakkal rendelkező katonák voltak nagyobb számban. Ugye feltétlenül cseh, német zsoldosok jó részt. És hát a páncélok okoznak alapvetően olyan sérülést a lövedékeken, hogy szétfröccsennek és igen nagy roncsolódás okoznak. Ez csak annyi, hogy esetleg orientálni tud bennünket a további kutatásban, hogy hol kezdjük, hogy merre koncentráljunk. Az épúcska lövedéseket sorozása is talán mutat valamit, azért a falunyomra koncentrálnak, tehát ezek olyan lövedékek lehetnek, amik elvesztek a ütközetben, de nem kerültek kilövésre. Ez is azt mutatja, hogy itt valamiféle nagy koncentrációja volt a katonai jelenlétnek. Itt csak annyiban van módosítva a kép, hogy itt a roncsolás nélküli lövedékek ki vannak véve a képből, tehát nagyon jól látszik talán ez a folt, hogy itt zömülnek az igazán roncsolt lövedékek. Ez csak az előzőekre visszautalás. Itt van a kaliber szerinti histogram, tehát látható, hogy itt a 10-12 mm-es lövedékek vannak a legnagyobb számban, és hát nagyobb lövedékeket eddig alig tudtunk azonosítani. És hogy ez hova azonosítható be? Ugye voltak már olyan felvetések, hogy ezek a kis lövedékek, ezek nem a mi korszakunknak a lövedékei, inkább pisztolyokhoz tartozhatnak későbbiek. Inkább a 16. század közepe vége után kerülnek harcterekre nagyobb számban. Én egy nagyon kis gyors kutatást próbáltam végezni, a fegyvergyűjteményével sikerült fölvenni a kapcsolatot, hogy van-e pontosan a korszakra datálható fegyverük. Nem sok van egyébként összességében. Itt ez a egy puska 1500 és 1550 közé tehető, és csak egy analogia, hogy nagyon hasonló kézilőfegyverek szerepeltek az egy éve korábbi páviai csatában. Kanoncos puskákról van szó, és milyen adatokat tudunk róluk. Ez a kisebbik lőfegyver, ami korábbi 1500-as évek legelejére tartozik, ez egy 15 mm-es csőátmérőjű, és egy kicsivel későbbi lőfegyverekről van szó, 1540 környékéről, amikor ugye már a muskéták, a nagyobb kézilőfegyverek is kezdenek elterjedni, ugyanakkor léteztek még ugyanezek a talán arkebúzként használt, vagy nevezett puskák is. Ezek például még kisebbek, tehát 12 mm-es átmérőjűek. A Mary Rose nevű hajónak a roncsaiból kerültek elő nagyon hasonlók. Ezzel csak most nagyon apró analógiaként annyit akartam csak mondani, hogy léteztek ilyen fegyverek, sőt, ez a kaliberméret, ami nálunk a legtöbben van, ez az ábrázolásokban és a meglévő fegyverek között is szerepel ez a űrméret. Tehát az annyit mond, hogy ez lehetséges, hogy itt mi jó helyen járunk, és nem egy esetleg 16. század végi összecsapásról van szó. Azt hiszem az idő az letelt, gondoltam volna még néhány szót beszélni a csatával kapcsolatos összefüggéseiről, de akkor esetleg azt mondom, hogy magánbeszélgetések során az érdeklődőkkel. Köszönöm szépen, a lőfegyverekről egyelőre ennyit tudunk.